Tehát, tisztelt képviselő, nyugodjon meg, én a maximális felelősséget vállalok az én döntésemért. Ha nem tűnt volna fel önnek, az elmúlt időszakban nem a mi döntéseinknek a következményeit, nem annak a következményeit is a város. A város nem azért nem jut a kormányzattól pénzhez, mert mi nem takarékoskodtunk, hanem mert Lázár János nem akarja azért. Mert Lázár János akadályozza, ugyanúgy, hogy akadályozza azt, hogy a McDonald's nyisson, már évtizede, vagy nem tudom mióta akadályozza, hogy a McDonald's, hogy a KFC-t nyithasson éttermet, akadályozza azt, hogy az úszoda kapjon támogatást, mindent. Ez nem az én döntésem. Ez Lázár János döntése. Jó, az csak rajta múlik. Más tisztességes, becsületes, fideszes képviselők dolgoznak a városukért. Említettem Siófok példáját. Van olyan képviselő, borzasztó szomorúan látom, aki a városa ellen dolgozik. Nem az én döntésem. Nem én vagyok a felelős érte. Lázár János döntése, Lázár János a felelős érte. Ennyi hangzott el. Önöknek, éppen önnek, cseri képviselő úr, nem oly régen, ugyanitt volt egy eszmefuttatás arról, hogy Vásárhely milyen jól járt, amikor az egyfőre jutóan a legnagyobb mértékben adósodott el, mert a kormány kisegítette, ugyanakkor azok a fejlesztések, amik ebből az eladósodásból készültek, azok itt maradtak a városban. Ön az ön szempontjai szerint most szeretném megnyugtatni, hogy a Városháza felújítása, a Mártéi tanúsvény, a Bakalyk út és a Szent Antal utca itt marad a városban. Független attól, hogy a kormány ad pénzt, vagy nem ad pénzt, ugyanúgy, ahogy minden más városnak is ettől független adott pénzt. Ha ad pénzt, ha nem ad pénzt, ha pénzügyi biztosra szorulunk, mint a Vásárhelyi Kórház évek óta, csődbe van, pénzügyi biztos segíti. Én őket nem emlékszem, hogy olyan gyakran támadták volna egyébként a Vásárhelyi Kórházat a felelőtlen gazdálkodásért, de hogyha még egyszer mondom, nyugodtan tegyék meg, tehát van pénzügyi biztos. Pécs évek óta pénzügyi biztosa van, olyan adósság állománya volt, amivel nem tudta pénzügyi kormányzati segítség nélkül kifizetni. Ettől még Pécs fejlődik, ettől még Pécsen is felújítják az utcákat. Benkő Zsolt képviselő úr is támogatta Berényi Károly körzetében a Halász soron a közvilágítás kiépítését. Nem mondta azt, egy szóval nem mondta ma reggel Benkő képviselő úr, hogy ott kérne közvilágítást, de megértjük, nincs pénz, fordítsunk inkább villanyszámlára, meg gázszámlára, mert a kormány úgyse ad nekünk pénzt. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a lakosok kérik, hogy legyen a közvilágítás. Érdekes módon. Ugye? Nem emlékszem arra, amikor a kormány bezáratta a három Vásárhelyi kispostát, és mi együtt úgy döntöttünk, hogy éppen Benkő Zsolt képviselő körzetében lévő Szikáncsi postára adjunk pénzt mi a kormánynak. Tőlünk vesz el a kormány pénzt. 23%-os inflációval Magyarországon élelmiszerár 45%-kal megy föl, a kamataink az ötszörösére ugrottak, a bérek 15%-kal emelkednek, meg 10%-kal emelkednek, de a kormány 150 millióval kevesebbet ad Vásárhelynek, és nem többet. 5% mínusz, ahelyett, hogy 23% pluszt adna. És ilyen körülmények között mi a két éve még nyereséges Magyar Postának fizetünk azért, hogy Szikáncson nyitva tartsák a szolgáltatást, és ez ellen Benkő képviselő nem tiltakozott. Ellenkezőleg petíciót adtak be ebbe az önök által ilyen nehéz évben, amikor megszorítások kellettek volna, hogy körülbelül a Mártéi tanúsvény árát, azt ne a Mártéi tanúsvényre kössük, most ugye ezt magyarázza, hanem adjuk oda ajándékba, engedjük el Mártéinak a tartozását. Hogy 23 millió forintos tartozását Mártéinak képviselői indítványban javasolták, hogy engedjük el. Amikor mi a vásárhelyi embereknek akarunk fejleszteni, az ellen tiltakoznak, amikor Mártéinak kellene nem vásárhelyi polgároknak ajándékot adni sok millió forint értékben, azt önök kérelmezték. Csak a kettős beszédre szeretném fölhívni a figyelmet. A saját döntéseimért mindig is felelősséget fogok vállalni. Ha úgy tetszik, most Cserdi Tamás éppen nagyon örvendhetne, hogy Lázár János korábbi példáját kicsiben újra megvalósítjuk, nevezetesen a kormány támogatását kérjük, miközben a Hódmezővásárhelyet a mi pénzünkből fejlesztjük, sőt, akár hitelből is fejlesztjük. Ezt Lázár János 23 milliárdos tételben űzte. Én nem kérek többet, mint a többi város kap, akkor Hódmezővásárhely többet kapott, hiszen a legeladósodottabb város volt, a legnagyobb segítséget kapta a kormánytól. Én csak annyit kérek most, hogy adják meg azt, ami jár. Az összes többit mi megoldjuk. Semmi gond. Minden nehézségen túl leszünk, ugyanúgy, ahogy a többi város. Nem én beszélek össze-vissza, hanem önöknek az értelmi képességei vannak, legalábbis nem értik, amit mondok. Tehát az, hogy amikor én azt mondom, hogy 3000 település, hogyha nincs kormányzati segítség senkinek, akkor nem leszünk az első 3000 település között, aki csődbe megy, hát nézzék meg Mindszentet. Mindszent, hogy csődbe ment.
Jó, tehát és lesz még 3000, hogyha a kormány nem ad pénzt. Csak az a különbség, hogy most egy Szegvár kapott 84 millió forintot mondjuk a 4000 lakosával, a 10-szer akkor a Hódmezővásárhelynek meg egy fillért nem adnak. A szegedi úszodára adnak 60 millió forintot, Szeged kapott 1,3 milliárd forintot, nekünk egy fillért nem adnak. Az én ígéretem az volt, ha mi is megkapjuk azt, ami járt, akkor nem fogunk csődbe menni. Onnantól kezdve, hogyha ezt önök nem teszik meg, az önök kormánya nem teszi meg, és nagyon kedves mindig, hogy elhatárolódnak a saját kormányuktól, de mégiscsak önök egy Fidesz frakció itt, meg az is egy fideszes kormány, tehát én nem határolódnék el olyan bőszen az önök helyében. Ezt igenis a Fidesz kormány okozta. Az inflációt is, a hiányokat is, a saját maguknak adott jutalmakat, meg a tanároknak meg nem adott fizetésemelést, a városok kivéreztetés, ez mind-mind az önök kormányának a működés. Amit önök itt egyébként védenek, és tegyék is, hát egy közösségbe tartoznak, csak ne tagadják le, hogy egy közösségbe tartoznak.